Mai reggelim egy ilyen commerce étel. Ez egy ilyen párizsi-szerűség, középen egy tojással. Lidl-s termék. Egy ilyen filléres semmiség az egész. Úgyhogy most ez lesz a reggelim. Én szeretem egyébként, mert nem rossz. Finom. Ilyen olyan, mint a párizsi, tojásos párizsi magyarul, na. Ennyi. Nem egy nagy trubáj. Két forró vízcsap, két hideg vízcsap, és egy nagy vájú, amiből csinálják kevert vizet, langyos vizet, meleg vizet, akármilyet. Ember, hogy talál ki ilyen ostobaságot? Eszem faszom megáll. Hát ilyen a világon nincs. Nem keverő csap talál, hanem jó angol szokás szerint két külön csap. Hideg víz, meleg víz. Különálló csapokban. Távol is vannak egymástól. Csinálj kevert vizet. Vagy 60 literes edény, vájú. Na. Ész megáll. Ész megáll és átcsapok. És ezt valaki megtervezte, átvette, legyártották, jóvá hagyták. Az emberi ostobaság csimboraszója. Komolyan mondom. Toronydarú emeli föl a raklaptéglát, le kell hálózni. Nyilvánvaló, mert hát azért, hogyha a levegőbe szétesne egy ilyen köteg tégla, az igen komoly balhét csinálna. 400 darab tégla elkezdene hullani az égből. Ezért mindig le kell hálózni, hálóba kell csomagolni. Csak úgy lehet felemelni toronydarúval. A szemetet ilyen konténerekkel emelik le az épületekről. Ez szintén ilyen átváltó, most a fülét visszaengedi, most átvált egy kalantyú, és ki tudja billenteni. Így. Nem kell hozzá ember, és ki tudja üríteni a darus egymaga ebben az átváltó kalantyúval. Nem kell hozzá senki. Leteszi. Most megint átvált. És már viszi is, üresen. Így né. Egy maga ki tudta üríteni a konténert. Ügyes is szerkezett.